Jó ideje már maszkban zajlik az ügyintézés a NAV-nál. Az év elején általában többen keresik fel a hivatal ügyfélszolgálatait, számos adózással kapcsolatos dolgot kell ugyanis ilyenkor intézni. Az idei év elején ráadásul több változás is életbe lépett. Ezek közül a legfontosabb, hogy az adóköteles jövedelemmel rendelkező 25 év alattiak már nyilatkozat nélkül automatikusan kapják vissza a személyi jövedelemadójukat, ezt a munkáltató írja jóvá számukra. A bevallást ettől függetlenül nekik is be kell nyújtaniuk. Szintén az SZIA-val kapcsolatos változás, hogy február 15-e után sokan visszakapják tavaly befizetett adójukat, ez ugyanakkor már nem automatikusan történik. Mint a 35 percben elhangzott, a nyilatkozatokat január végéig lehetett benyújtani, ha valaki lemaradt erről, az SZIA bevallás benyújtásával tudja még igényelni a kedvezményt. Igazából mindenki jogosult rá, aki gyermeket nevel és családi kedvezményre jogosult. Tehát itt a gyermeket nevelő családi kedvezményre jogosultakról van szó. Akik ugye a gyermek kedvezménnyel élnek, azok mindannyian jogosultak erre. Körülbelül majdnem 2 millió adózót jelent, vagy egész pontosan 1,9 millió adózót jelent. Ez azt jelenti, hogy egy gyereknek az a szülője érvényesítheti, aki a családi adókedvezményt is érvényesítette? Mind a két szülő érvényesíti. Itt a jogosultságon van a hangsúly. Ez nem attól függ, hogy valaki érvényesítette ezt a kedvezményt, vagy nem, mert ugye ezt a kedvezményt akár megosztottan is igénybe vehetik, akár járulékkedvezménybe is kitolhatják, vagy teljes mértékben az egyik szülő is igénybe veheti. Ez a kedvezmény azok után, a gyermekek után érvényesíthető, akikre a szülők családi pótlékot kapnak. Az SZIA tervezetek egyébként hamarosan érkeznek, március 15-ig minden érintett megkapja ezeket elektronikusan, de postán is lehet kérni március 16-áig. A tervezetet szükséges leellenőrizni, a tapasztalat azt mutatja, hogy például a kedvezmények igénybevétele miatt többször kell azt módosítani a benyújtásig. Az egyéni vállalkozóknál is történtek adózást érintő változások, növekedett például a bevételi érték határa. A minimálbér 10-szeresére, illetve a minimálbér 50-szeresére is növekedett ez a bevételi értékhatár. 10-szeresére az általános esetben beszéltünk, ez 24 millió forintot jelent, az 50-szeresénél pedig azok a kiskereskedelmi egyéni vállalkozásoknál jelentkezik, akik csak kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet folytatnak, tehát vagy terméket értékesítetek, vagy akár ide tartozik a szállodai szolgáltatás például. Szintén idei változás a társas vállalkozóknál, hogy a szociális hozzájárulás mérték 2,5% ponttal 13%-ra mérséklődött. Megszűnt a szakképzési hozzájárulás, így összességében 4%-kal csökkent a munkabérhez köthető járulékok mértéke. A közelgő határidő kapcsán a NAV sajtóreferense február 15-ét emelte ki, a katás vállalkozóknak addig kell nyilatkozniuk a bevallásukról.